Köszöntöm kedves nézőinket, jó estét kívánok! Önök az Zalaegerszegi Televízió Kultúrkör című műsorát látják. Ezúttal egy külső helyszínről, a felújított Göcsei Múzeum épületéből jelentkezünk. Mai adásunk a Város Napjához kapcsolódik. Elsőként felidézzük Balaidzs Zoltán polgármester ünnepi beszédét, majd egy beszélgetést láthatnak, melyben Szobor Mátyás egykori városvezető polgármester alakját idézzük fel abból az alkalomból, hogy posztumusz díszpolgári címet kapott. Ez a kínálat, kérem tartsanak velünk! A városnapi ünnepség a hagyományoknak megfelelően közös imával, valamint koszorúzással kezdődött, majd ünnepi közgyűléssel folytatódott a díszteremben. Itt Balaidzs Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket. A szülővárosnál bonyolultabb, titkosabb nincs a világon. Mész egy amerikai városban az utcán, szembe jön egy ember, s azt gondolod, milyen érdekes, a szomszédra hasonlít. Látsz egy homlokzatot egy francia településen, s érdeklődve gondolod, olyan, mint otthon a szemközti ház. Mindent ehhez kapcsolunk. Nem igaz, hogy a világ korlátlanul nagy. A világ egy ember számára pontosan olyan nagy, amennyire a gyermekkor emlékeihez hasonlít. Minden más idegen. Talán egyszerű, néha félelmetes, de mindenképpen idegen. A világ csak annyiban van érzéseink számára, amennyire tükrözi az elsüllyedt és varázslatos világot, a gyermekkort, az otthont, a szülővárost, írta Márai Sándor. Tisztelt miniszter úr, elnök urak, országgyűlési képviselő urak, kormány megbízott asszony, tisztelt ünnepi közgyűlés, kitüntetettek, egyházi és világi méltóságok, kedves vendégeink, hölgyeim és uraim. A város napja minden évben május 13-án van, hiszen 1885. május 13-án vált rendezett tanácsú várossá Zalaegerszeg. Ilyenkor tartjuk az ünnepi közgyűlést, azonban az elmúlt két évben a koronavírus világjárvány miatt ezek a hagyományos rendezvényeink tolódtak és csorbultak. Ma végre újra úgy lehetünk együtt, ahogy régen. Milyen jó is a korlátozások után újra találkozni egymással a városban. Érdekes ellentét. Amennyire felértékelődött az online világ és áthelyeződött oda az életünk, logikusan következett volna ebből az offline találkozások elmaradozása és értékének csökkenése. De nem így lett. Sőt, a viszontlátás öröme felértékelődött. A kimondott szó értéket nyert, az együtt töltött idő a legértékesebbé vált. Mert az ember társas lény, és szükségünk van egymásra. Szükségünk van közösségekre, ünnepekre, találkozásokra és beszélgetésekre. Nem virtuálisan, hanem a valóságban. Mindennek fontosságát most már jobban értjük, és kellő bölcsességet kívánok saját magunknak, hogy mindezt megőrizzük, vigyázzuk és gondozzuk. Kedves zalaegerszegiek! 775 év rendkívül hosszú idő. Ez alatt felnőtt számtalan generáció. Folyamatosan alakultak a szokások, az ízlés, az értékrend, a gondolkodás. Sokan születtek, sokan meghaltak. Sokan ide költöztek, sokan elköltöztek innen. A történelem változó, hol békésebb, hol vadul tomboló időszakaiban számos változás történt. Egy viszont bizonyos. Zalaegerszeg mindent átvészelt, töretlenül fejlődött, 1732-ben hivatalosan is megyeszékhelyé vált, ma pedig virágzó, békés, barátságos és szerethető város, ahol jó élni és ahová jó visszatérni. Az elmúlt 775 év akaratereje makacs és kitartó elszántságra tanította a zalaegerszegieket, amelynek segítségével a mai napig, bármikor, bármilyen nehéz helyzetben képesek vagyunk összefogni, összeszedni magunkat, és felkelni a földről. Ez az örökségünk azt üzeni, hogy érdemes odafigyelni, megőrizni és becsben tartani azt, ami a gyökereinket jelenti, hiszen ez az a megtartó szál, amely múltat, jelent és jövőt összeköt. Ez az, amihez viszonyítani tudunk, és amiért nap mint nap képesek vagyunk újrakezdeni. Megtanultuk, hogy ha vigyázunk az értékeinkre, és azokból táplálkozva tekintünk előre, akkor a jövőnk is értékkel lesz teljes.
mert a mennyiség és a siker csupán mulandó. Az összetartozás érzése és a közösen megélt élmények viszont örökké megmaradnak. Ami fontos, az a közösséghez tartozás, az önzetlenség, az áldozathozatal másokért, és az a gondolkodásmód, hogy képes vagyok a közösségért a magam igényeit háttérbe szorítani, mert csak együtt lehet és érdemes előbbre jutni a szó nemes értelmében. Kedves hölgyeim és uraim! George Bernard Shaw-nak van néhány mondata, amelyet az év polgármesterévé történt megválasztásomkor a zalaegerszegiek jellemzésére mondtam el. Vannak, akik olyannak látják a dolgokat, amilyenek, és azt kérdezik, miért. És vannak, akik olyannak álmodják a dolgokat, amilyenek lehetnének, és azt kérdezik, miért ne. Mi, zalaegerszegiek, ez utóbbi kategóriába tartozunk. Ezt a várost az emberség, a szorgalom és a fejlődés jellemzi. Az első 1247-es írásos említés óta eltelt 775 év méltó bizonyíték arra, hogy az itt élők kemény munkával, tudással és rátermettséggel akarnak boldogulni, így gazdagítják családjaikat és városunkat. Az zalaegerszegiek tudják és hiszik, hogy csak úgy lehet fejlődni, ha minden napot komolyan veszünk. Minden napot kihasználunk, és minden nap azzal a céllal kelünk fel, és indulunk munkába, hogy tudjuk, magunkért és a közösségért tenni kell, küzdeni kell. Zalaegerszeg nyugalmat, biztonságot, kiszámíthatóságot jelent. Az itt élők pedig megértést, bizalmat és szeretetet nyújtanak. A várost a benne lakók töltik meg élettel, lélekkel. A gondoskodó családok, a nyugalmat és bölcsességet sugárzó idősek, akik emlékeztetnek bennünket a megbecsülendő múltra, valamint a vidám gyermekek és a fiatalok, akik a jövőt jelentik. Tisztelt emlékezők! Keresztúri Józsefnek, az 1915 és 1918 közötti polgármesterünknek a fia, a tudós, akadémikus író Keresztúri Dezső a következő szinte idilli gondolatokat írta szülővárosáról. Zalaegerszeg modern nagyváros lett. A környezet helyes sugalmait követő, múltját megőrizve haladó, eleven működésben létező szervezet. Olyan tízezrek, lényegében összetartó, vitázva, egybe-egybe koccanva is értelmes, emberséges, fő célokat követő társadalmi szövevénye, amely élő, együttműködő emberközösségek otthonává tette az újonnan s hirtelen lendülettel emelt épületeket, amely tetszelgés nélkül együtt örvend, ha valami új szépséggel, hasznos értékkel gyarapszik. Lélegzik ez a város. Újul, magát is őrizve, kifejezve, a jövőt is formálva mindennapi munkájával és ünnepeivel. A dombokon a történelem pihen, s a lankák mosolygó derűje alig változik. A zalai természet valóságban is költői, sőt több, emberi. A szőlőkben telnek a fürtök, a mezőkön érik a vetés, a napfényben fürdő dombokon úgy vegyül össze a mandulafa s a szelíd gesztenye a karcsú jegenyékkel, mint a bibliai tájak ciprusai az olajfával és a fügebokorral. Ebben a gyengét tájban kezessé válnak, széppé szelidülnek még az ipar rideg építkezései is, a félelmes vadakra emlékeztető óriás gépekkel. Mintha ők is éppen úgy szövetségeseivé lennének az embernek, mint a természet. Nos, ez a mi zalaegerszegünk, ami nekünk a legszebb, a csupa nagybetűs otthon. Posztumusz díszpolgári címet kapott Czobor Mátyás egykori polgármester. Ennek apropóján ülünk itt a Göcsei Múzeumnak, abban az enteriőrjében, ami Czobor Mátyás életéhez szorosan kapcsolódik. Köszöntöm is beszélgető társamat, Béres Katalin történész főmúzeológust, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm én is a kedves nézőket! Nagyon érdekes életutat járt be az egykori polgármester, amely 1875-ben kezdődött, és nem Zala megyében. Honnan származik ő, és mi jellemzi az első éveit?
Szobor polgármester Kaufmann Mátyásként látta meg a napvilágot Pusztakovácsiban, egy Somogy megyei kisfaluban, egy sokgyermekes földműves familiából, ahol a apának és az édesanyának az volt a célja, hogy a gyermekek tanuljanak. Így a minden fiú, Szobor fiú vagy Kaufmann fiú középiskolát végzett, tovább tanult, így Mátyás is, aki Pécsett a Ciszterciek gimnáziumában kezdte meg középiskolai tanulmányait, majd érdekes módon papi szemináriumba jelentkezett, papnak készült, de végül meggondolta magát, és a pappá szentelés előtt elhagyta a papi pályát, és így került a Pécsi Jogi Egyetemre, ahol jogász végzettséget szerzett. 1899-ben végzett az egyetemen, és utána rögtön Zalaegerszegre került. Árvaszéki ülnökként foglalkoztatták, és utána gyorsan megindult fölfele a hivatali ranglétrán. Milyen pozíciókat töltött be? Először másodaljegyző volt, majd másodfőjegyző lett belőle. Fontos vármegyei tisztségek voltak ezek, és azonnal betagozódott Zalaegerszeg társadalmi életébe, ahol nagyon népszerű figurává vált, hiszen csodálatos hangja volt, nagyon jól énekelt. Mint mondtam, papnak készült, ezért őt nagyon mélyen érintette és foglalkoztatta a szociális kérdés, és a szociális kérdés, a munkás kérdés keresztényi megoldása. Ezért itt Zalaegerszegen is azonnal támogatta az iparosok, a munkás fiatalok tanítatását, azok kulturális életének a megszervezését, közreműködött a Katolikus Legényegylet székházának a megépítésében, a munkás gimnáziumban rendszeresen előadásokat tartott a fiataloknak, úgyhogy nagyon hamar mindenki Matyia, később Matyi bácsia lett, nagyon szerették, jó humoráért, joviális természetéért, és a barátság, joviális és barátságos természetéért. 1913-ban bekerült a képviselőtestületbe. Milyen tapasztalatokat tudott itt megszerezni, amit aztán a későbbiek során hasznosított? A népszerűségét mutatja, hogy bekerülhetett a képviselőtestületbe, hiszen választás útján került oda. 1913 volt az utolsó békeév, és aztán következett az első világháború, amely nagyon súlyos megpróbáltatásokat hozott a város lakói számára, és mindenütt szerte Magyarországon és így Zalaegerszegen is ezekben az években minden városvezető elsősorban az elszegényedéssel, a munkaerőhiánnyal, a nyomorral, a hadiárvákról és a hadiözvegyekről szóló gondoskodással, az élelemhiánnyal kellett, hogy foglalkozzon, és hát ez nagyon komoly szervezőkészséget igényelt mindenkitől. Keresztúri József polgármester nem bírta ezt a súlyos, kemény megpróbáltatást, így aztán végül lemondott, de a képviselőtestület tagjai és egy Szobor Mátyás is látták azokat a problémákat, és részt is vettek ezeknek a problémáknak a megoldásában. Úgyhogy ebben az időszakban Szobor Mátyás már nagyon komoly tapasztalatokat szerzett arról, hogy mit kell tennie egy városvezetőnek ilyen súlyos helyzetben. Úgyhogy amikor 1918-ban ő került a polgármesteri székbe, már nagyon komoly, megfontolt koncepcióval rendelkezett arra nézve, hogy egyrészt a háborús nehézségeket hogyan vészeljék át, másrészt pedig egy nagyon-nagyon komoly terve volt Zalaegerszeg felemelésére, hiszen a 10-es években Zalaegerszeg számára nem volt semmilyen fejlődési lehetőség. Ahogy a korabeli források mondták, nyáron poros, téren sáros, falusias jellegű település volt, és Szobor Mátyás virágos, élhető, kedves kisváros szeretett volna Zalaegerszegből, és ezt már a 18-as polgármesteri programjában megfogalmazta. Lehet azt mondani, hogy ő egy igazi városépítő volt? Azt hiszem, hogy nagyon sok minden nőtt ki a kezei alól. Így van, természetesen, hiszen hogyha végig járjuk ma Zalaegerszeg utcáit, meg tudjuk mutatni azokat az épületeket, azokat a város részeket, amelyek az ő keze nyomán születtek.
Ha városrészekről beszélünk, akkor meg kell említeni a gimnázium mögötti területet, hiszen ő parcelláztatta ezt a városrészt, és tette lehetővé a magánépítkezéseket, de ugyanígy a Mátyás Király utca környékét, az Árda környékét, ahol nagyon-nagyon sok utca született, gyakorlatilag a 18 éves polgármestersége idején 31 új utca nyílt Zalaegerszegen. A szegényebb társadalmi részek, társadalmi csoportok számára kislakásépítési akciót kezdeményezett még a 20-as évek elején, de itt a Berzsenyi utcában is az ő munkálkodása révén épült fel a Városi Bérház. Egyik utóda, Barát József polgármester azt mondta róla, hogy Czobor Mátyás volt a minisztériumok réme, mert rendszeresen megjelent a minisztériumokban egy-egy újabb ötletével, és addig nem nyugodott, amíg engedélyt nem kapott arra, hogy megépüljön például a postapalota, vagy emelet kerüljön a kvártélyházra, vagy a vasútállomás új homlokzatot, új neoromán épületet kapjon. Szóval számtalan nyomot hagyott maga után, és változtatta meg Zalaegerszeg arculatát. Nagyon szerette volna a várost az idegenforgalomba is bevonni, de hát sajnos Zalaegerszeg nem rendelkezett, és ma sem rendelkezik olyan történelmi épületekkel, középkori eredetű templommal vagy várral, amely idegenforgalmat vonzhatott volna, de polgármester ebben is nagyon leleményes volt, és azt mondta, hogy ha nincsenek történelmi emlékeink, akkor a természeti szépségeinkkel dicsekedjünk, ezeket mutassuk meg a külvilág számára, és ekkor hirdette meg a Virágos Zalaegerszeg programot, amelynek nyomán új parkokat építettek, az utcák mellé fasorokat ültettek, gyepszőnyegeket, virágkompozíciókat alkottak. Úgyhogy az 1930-as években, amikor egyébként ez a nagy lendületű városfejlődés a gazdasági világválság miatt leállt, akkor is a városon ez nem látszott, mert hogy akkor is gyönyörűek voltak a virágágyások, virágoztak, lombosodtak a fák, egy nagyon bájos hangulatot adtak ezzel Zalaegerszegnek. Erre az időszakra esik egyébként Mindszenty Józsefnek a plébánossága, illetve apát plébánossága is. Milyen viszonya volt ennek a két embernek egymással? Miután Czobor Mátyás is mélyen hívő vallásos ember volt, nagyon hamar megtalálta a hangot a fiatal plébánossal, egy év különbséggel kerültek Zalaegerszegre, és jó barátságban volt egymással a két városvezető férfiú. A városi legendák szerint ők minden nap délután 3 órakor találkoztak, és együtt sétáltak végig a Kossuth Lajos utcán, beszélték meg a közös dolgaikat, a napi teendőket, a város fejlődésének lehetséges pontjait, a város lakóinak az érdekébe hozott intézkedéseket. Nem csak Czobor Mátyás, hanem Pem József is nagy építő volt, de az egyházi építkezések is mindig a polgármester támogatásával és a város segítségével zajlottak. Ma úgy él a köztudatban, Notre-Dame-zárdát Pem Józsefnek köszönhetjük, de ha meghallgatjuk vagy elolvasjuk Czobor Mátyás 1918-as beiktatási beszédét, abban ő már pontosan elmondja, hogy szeretne egy a nőnevelés szempontjából fontos iskolát építeni Zalaegerszegre, és olyan iskolát, amely egyúttal tanítóképző iskola is lesz. Tehát ez igazándiból Czobor Mátyás terve volt, amit Pem József, a plébános valósított meg, természetesen Czobor Mátyás támogatásával. Hihetetlen volt az a 18 év, amit Czobor Mátyás polgármesterként töltött. Mi lett a vége ennek a polgármesterségnek? Hogyan ért véget? Hát pályafutásának a csúcspontja az mindenképpen az 1935-ben megrendezett Göcsei hét volt. Ez is abban a koncepcióba tartozik, amelyben a polgármester szerette volna a Zalaegerszeget a legalább az ország számára megmutatni, belevonni a hazai turizmusba és idegenforgalomba. Ezért
szervezték meg ezt a nagyszabású rendezvényt 1935. augusztus végén, szeptember elején, és valóban egy nagyon-nagyon sikeres, sok eseménytől gazdag rendezvény lett ebből a programsorozatból, amelyre rengeteg idegen, vagy rengeteg budapesti és az ország más részéről is érkeztek emberek. Úgyhogy amikor ezt a rendezvényt szervezték, akkor azonban már a háttérben erősen gyűltek a fekete felhők szobor polgármester feje fölött, hiszen ezt az óriási programsorozatot, mármint az ő polgármesteri programjának a megvalósítását, a nagy építkezéseket csak úgy tudta véghez vinni, hogy folyamatosan hiteleket kellett felvennie a városnak. És ezeket a hiteleket a város lakóknak kellett kifizetni, tehát a városi adók, a városi pótadók azok duplájára emelkedtek, és egyre kevésbé bírták ezt az emberek, hiszen ne felejtsük el, 1929-31-ben bekövetkezett a gazdasági világválság, amely amúgy is komoly csapást mért az ország minden polgárára, és itt Zalaegerszegen a csapás mellé még a város eladósodását is a városi polgároknak kellett cipelni. Úgyhogy a képviselőtestület ellenzéki tagjai fellázadtak, mondhatjuk így, a polgármester ellen, és elérték, hogy 1936 nyarán lemondott. Az utódjának, Tamás István polgármesternek már csak az jutott, hogy ezt a hatalmas adósságállományt konszolidálja. Ennek ellenére Czobor Mátyást a város lakói nagyon szerették. Mondhatjuk úgy, hogy Czobor Mátyásra a polgármesterre nagyon haragudtak, hiszen komoly árat fizettek azért, amit végül megvalósított, de Czobor Mátyásra, az emberre nem haragudtak, őt kifejezetten szerették, hiszen a polgármesteri arszpolitikája az volt, hogy ha nem is tud segíteni, de egy jó szóval, barátságos meghallgatással, odafigyeléssel, vigasztalással mindig törődjön az emberekkel, és ezt a Zalaegerszeg lakói nagyra értékelték, hogy vagyoni helyzettől, vallási hovatartozástól függetlenül mindenkivel barátságos volt, mindenkivel szóba állt, mindenkinek előre köszönt, és ezt az utókor is, és az akkori zalaegerszegiek is nagyon respektálták. Az életének az utolsó évtizedei azonban eléggé nehezen alakultak. Kemény csapásokat mért rá a sors. Mi történt vele? 1936 után még néhány évig a villájában maradhatott, de miután ő is eladósodott a város felé, és a város rajta is behajtotta az adósságokat, kénytelen volt a villáját eladni, és egy kisebb otthonba, a Szent László utcába költözni. Ez volt az egyik megpróbáltatás számára. A másik pedig 1945-ben következett be, amikor a várost megszálló szovjet katonák feldúlták az otthonát, és kirabolták. Itt mellettünk a kiállításban látható az az enteriőr, amely az ő bútoraiból állt össze, és a tálalószekrényt tudatosan nem restauráltuk, hogy bemutathassuk majd a leendő látogatóinknak, hogy azt, hogy ilyen rossz állapotban van az ajtaja, az a szovjet zabrálások nyomát őrzi. 1952-ben kitelepítették a Jánkahegyre, hiszen a berendezkedő kommunista hatalom nem tűrte a régi városvezetőket, a régi elitet, és szinte mindenkit vagy a városból is elűztek, vagy pedig a hegyi hajlékukba telepítették ki őket. Természetesen Zalaegerszegen vagyunk, itt a városi elitnek a két háború között is volt hegye, Czobor Mátyás is szőlőbirtokos volt a Jánkán, és oda a hegyi hajlékba költöztették a feleségével, illetve a kisebbik fiával és a menyével együtt.
itt érte a halál 1957-ben, és hát a hagyatéka az a menye Hári Márta révén került a Hári család tulajdonába. Háriék egy szegény társadalmi réteg közé tartozó kishivatalnok család tagjai voltak, a Botfi utcában éltek, és ebből a családból származott Hári Emma, a város közismert költőnője. Az ő húga lett Czobor Mátyás András felesége, és miután a Szent László utcai otthon bútorait nem tudták magukkal vinni a Jánkára, hiszen ott csak egy szobás kis hajlékba költöztek, ezért a Hári család fogadta be a hagyatékot. És miután nem volt élő örökösük, ezért a hagyaték Háriéknál maradt. Itt említeném meg, hogy a polgármesternek két fia volt, az idősebbik, Czobor László volt az, aki viszonylag korán családot alapított, és egy unokával ajándékozta meg a Czobor házaspárt, Czobor Lacikával, akit a polgármester és felesége nagyon-nagyon szeretett. De ennek a fiúnak a sorsa is tragikus lett, hiszen 18 évesen, közvetlenül az érettségi után, a II. Világháború idején, 1945-ben Marburgban, Németországban hunyt el. A halálának a körülményeit nem ismerjük, nem tudjuk, hogy esetleg hadifogolytáborban, vagy pedig valamilyen háborús cselekmény következtében lett a II. Világháború áldozata. Így aztán utódok leszármazottak nélkül maradt a család, mivel a kisebbik fiúknak és Hári Mártának nem született közös gyermeke. Egyetlen egy kérdés maradt a végére. Ön szerint helyén van ma Czobor Mátyás? Itt a város életében, illetve kultúrájában tudják az emberek, hogy ki volt ő és mit csinált? A legidősebb generáció még bizonyára emlékszik Czobor Mátyás nevére. A fiatalabb generációk természetszerűleg, mondhatjuk így, nem, hiszen honnan is tudnák, hogy ki volt Czobor Mátyás, de úgy gondolom, hogy Zalaegerszeg városa nagyon sokat tett és tesz azért, hogy Czobor Mátyás emléke ne hulljon a feledés kutyába, hiszen jó néhány évvel ezelőtt már utcát neveztek el róla, és emléktáblát állítottak neki, most pedig szobrot avattak a tiszteletére. A város kulturális intézményei, a levéltár, a múzeum pedig mindent megtesz azért, hogy Czobor Mátyás hagyatékát gondozza és ápolja, és megismertesse az utókorral. Erre szolgál ez az interjúr is, amiben most itt ülünk, hiszen az Elődeink élete című kiállításunkban mondhatnám külön fejezete lesz Czobor Mátyásnak és az ő alkotó polgármesterségének. Azt hiszem, hogy sikerült egy átfogó képet adni Czobor Mátyás életéről és munkásságáról. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk. Nagyon szívesen. Kedves nézőink, ezzel a mai kultúrkör végéhez értünk. Köszönjük a Göcsei Múzeumnak, hogy itt forgathattunk, önöknek pedig a megtisztelő figyelmet. Ne feledjék, a múzeum május 14-től megnyitja kapuit és várja a látogatókat rengeteg attrakcióval, fantasztikus kiállítással. Mi pedig önöket hívjuk majd egy hét múlva ismét a kultúrkörbe, viszontlátásra!